Megérkeztek a főszínre. Zárt kapus meccsen tört meg a hazai nyeretlenségi szériája a Balmazújvárosnak. A NES Hungary MB2 keleti csoportjának 23. játéknapján üres lelátók előtt fogadta a bajnoki címre pályázó Békés Csabát az újvárosi alakulat. No, nem a csapat elmúlt fordulóbéli sikertelensége miatt maradtak távol a hazai drukkerek, hanem a rendőrség minősítette alkalmatlannak a létesítményt egy ilyen rangadó megrendezésére. Az élelmesebb újvárosi szurkolók minden esetre a környező szomszédos ingatlanokról is figyelemmel kísérték Arany László csapatának játékát. Sőt, mindjárt a második percben gólt kiálthattak volna, ha a hosszú sérülés után visszatérő Belényesi Miklós gorra váltja az első nagy zicserét. Persze a vendég lilafehérek is jelezték, hogy a pályán vannak, a 10. percben kétszer is veszélyeztették Szalma Pál kapuját. A félidő derekán már nem csak ijeszgettek a csabaiak, hanem be is találtak. Pozsár Gábor lövését Szalma kitenyerelte, Farkas Krisztián pedig közelről a hálóba pofozta a játékszert. A partjelző intésére azonban a FIFA játékvezető Fábián Mihály jogosan nem adta meg a csabai gólt. Az újvárosiak rádöbbentek, hogy az első gólt inkább nekik kellene megszerezniük, ezért előbb Urbin Péter tesztelte Máté Gábor ruganyosságát, majd a félidő utolsó pillanatában Ludánszky István hagyta ki a kihagyhatatlan. Ludánszky, ott a helyzet, mellé kapufa! A fordulás után érthetően mindkét fél igyekezett még jobban felpörgetni a támadásokat. Előbb a viharsarkiak aradi származású román gólzsákja Leukuta elfutása okozott zavart, majd a másik oldalon Urbin lövése hergelte a Békés Csabai kispadon ülők idegeit. A legnagyobb helyzet azonban a 64. percben maradt ki, amikor Nagy Róbert remek beadására Kálai Gábor menetrend szerint érkezett, azonban a fejese elkerülte a vendégcsapat kapuját. Az érezhetően egygólos meccsen mindkét fél megpróbálta begyötörni azt a bizonyos mindent eldöntő gólt. Ezen a vasárnap délutánon azonban átokült a csatárokon, vagy inkább valami mágikus véderő óvta a kapukat. A győztes gól a 89. percben Ludánszky lábában maradt, de a lefújás előtt közvetlenül még Dragan Claudiu a Békés Csabaiakat is mennybe emelhette volna. Az edzők viszont a pontosztoszkodás ellenére is a földön maradtak. Nyerni akartunk, de reálisan kell nézni mindig a futballt. Mindkét csapat nyerhetett volna, úgy érzem a végén mi álltunk közelebb hozzá, mert nagyon nagy helyzetet hagytunk ki. Sajnos a múlt héten Nyíregyház ellen ugyanígy a 92. percben ajtóablak nyitva, és kihagytuk. Futball ilyen, hogy egyszer bemegy, egyszer nem, de most kétszer, ez 4 pont mínusz, és ha 4 pont ez meg lett volna, akkor azt mondom, hogy már nagyon nagy esélye pályálnánk az első helyre. 88 percig próbáltuk mi irányítani a játékot, itt az utolsó 2 percben a Csabának voltak, 2 nagyon nagy helyzete, itt is látni, hogy mindent megtettünk mi is a győzelemért, ők is. 0-0 lett, de úgy érzem, hogy jó, iramú mérkőzés volt. Volt itt is helyzet, ott is. Sajnos mi csak kapufáig jutottunk, ők 2 lövésük fölé ment, ilyen a futball, de ami legfontosabb most az újvárosi szempontból, hogy ismét volt tartás a csapatnak.